Logikusan következik, egyrészt abból, hogy nem ez az alapszakmám, alapvégzettsége, tehát én csak őkedvelőként kalapálgatom. De mára eljutottam odáig, és ez talán jelent valamit, hogy a szakmabeliek is mesterültek szólítanak. Köszönöm a kalapom. És mióta kovácsol? Tulajdonképpen tanulókorom óta, de körülbelül 10 éve, sőt már több mint 10 éve, hogy bemutatókat is tartok. És hol és miket mutat be? Salgóbányától Budapestig, Balassagyarmattól Karácsonyig fekvő területen rengeteg településen elfordultunk. Falunapokon, megyenapokon, városnapokon, a palócvilág találkozókon, iskolai programok keretében, szülőiskola ünnepén, gyereknapokon, rengeteg alkalommal mutattuk be ennek a gyönyörű szakmának a szabadon alakító kézi kovácsolásnak a fortéveit. Többet számot használhat, ez mit jelent? Van egy tündéri segítő. Egy filigrán kislány, vagy nagylány, úgy mondanám, aki ettől függetlenül remekül kezeli a nagy kalapácsot. Talán kevés kollega mondhatja el magáról, hogy diplomás segélye van. És a kötényért itt látok valamit? Igen. Nem véletlenül van a szíve fölött. Ez egy 51 éves kis véső, az első munkáim egyike. Emlékeztet két kiváló oktatónra, Bankó Jánosra és Zselenik Istvánra, akik megszerettették velem ezt a gyönyörű szakmát. És még valamire. A mai világban nagyon sokan elfeledkeznek a múltjukról, szeretnék megtartani, szeretnének mások lenni. Én nem. Én innen indultam. És hova jutott? Kíváncsi vagy, hogy a kiállításunkra a Palucz kezek munkáira mit hozott? Hogyha itt kezdődött a munka, hol folytatódott? Hát az a helyzet, hogy hoztam magammal egy gyertyatartót. Ez a Corvin Művész Klub vendégek, ezt a Corvin Művész Klub vendégeként készítettük, Bocsival természetesen. Címe is van neki, mint ahogy ilyenkor szokott lenni. Ennek az a címe, hogy árnyoldalom. Mert akik a fényt hordozzák, azoknak nagyon sok esetben csak az árnyék jut. Aztán egészünk. Nagyon szép. Hoztam magammal mást is. Ő a legényes. Ugye, van ez a bizonyos tánc, egy nagyon improvizatív tánc, aminek egy elemét foglalja magába ez az alkotás. Egy kötöttségünk volt, hogy az egyik láb megállap a földön kellett lenni, tehát nem volt mindegy, hogy melyik mozdulatot sikerül megörökíteni. Aztán harmadiként hoztam magammal egy virágot. Ő a magányos nárcisz. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél a cím. Mind a háromban jellemző az, amit eddig elmondtam, hogy szabadon alakító kézi kovácsolással készültek, mindhárom egy darabból, és kovácsfűzve a hagyományos eszközökkel alakítva. Nagyon szépek, tényleg is, főleg
hogy este tartom, és hogy igen, ügyes, nagyon szép, nagyon ügyes a kezem. És mit tart a legfontosabbnak a saját tevékenységével kapcsolatban? Igen. Említettem, hogy nagyon sok helyen kovácsoltunk. Rengeteg élménynek volt részünk. A mai világban nagyon fontosak a pozitív élmények. Én rengeteg pozitív élményt adtam a kovácsolás által, és remélem, hogy adtam is. Ezzel kapcsolatban két rövid történetet említenék meg. Az egyik, amikor egy kerekesszékes emberrel több órán keresztül kovácsoltunk, a végén pedig úgy búcsúzott, hogy Mester úr, ez egy életre szóló élmény volt számunkra. Másik pedig, amikor egy óvodáskorú kis levélkében kalapáltunk, elkészítettünk egy patkot, és megkérdeztem tőle, hogy mi lett a sorsa. A kis levélke kerekvennyel szemben annyit válaszolt, hogy eltettem a kincses lábamban. Na most ennél, én azt hiszem, hogy a csúcs közelébe járok, ennél pozitívabb dolgok nem nagyon történhetnek. Tehát, ha az ember ilyesmiket csinál, ezért már megéri. Vagy ilyeneket kap vissza, ezért már megéri. Szerencsére nekem van kalapom, úgyhogy tudom emelni ön előtt. Emelem a kalapom. Köszönöm. További jó munkát.